Sziasztok! A mai videóban azt fogjuk megtanulni, hogy hogyan lehet hozzákötni, vagyis parentelni egyik layert a másikhoz. Ez azzal jár, hogy a hierarchiában felül lévő, vagyis szülő layer a másikat fogja mozgatni, hogyha azt transformáljuk. Ez így elsőre lehet, hogy bonyolultnak hangzik, de hogyha belevágunk, akkor látjátok, hogy tökre nem az. Kezdésképpen a szokásos kompozíciót hozzuk létre, majd ebbe a kompozícióba egy új shape layert, és ebbe a shape layerbe pedig egy új ellipszist. Ez a létrehozott ellipszis egy kör lesz, amelyik valójában az útvonalat fogja nekünk megadni az előzőleg megismert módon, vagyis a follow pass lehetőséggel. 300 pixel méretűre veszem a kör nagyságát, hozzáadok egy stroke-ot, hogy lássam is, hogy mi a helyzet, ezt befeketítem, aztán létrehozok egy új shape layert, amelyik egy csillag lesz. A csillagnak jobb egérgomban rákattintok, hogy az anchor pontja középre kerüljön. Ugye itt a transformnál lehet kiválasztani, hogy középre rakjuk. És aztán pedig a shape layernek a körvonalát, vagyis a kör körvonalát átalakítom pass-szá, convert bezé pass lehetőséggel, jobb egérgomb, és ezt simán csak átmásolom az egyesnek elnevezett csillag position transformjára. És innentől kezdve már követi is a csillag a körvonalat szépen körbe. Leveszem róla a stroke-ot, hogy ne látszódjon, erre nincsen semmi szükségünk. Egy párszor még oda-vissza tekergettem, hogy lássam, milyen szépen megy körbe. Ugye óramutatóval megegyező, aztán az óramutatóval ellentétes irányba. Előre léptetem 5 képkockát, és aztán Ctrl-D-vel leduplikálom, majd P-vel csak a Position Transformot hívom elő, és kikapcsolom a keyframe-eket, vagyis az animációt leveszem róla, a másolatról. Ugyanezt megcsinálom még egyszer, vagyis Ctrl-D-vel leduplikálom, a P gomba csak a Position Transformot hívom elő, és a keyframe-eket kitörlöm belőle, és aztán ezt még 6-szor elvégzem. Ugye létrejön az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. Mindig 5 képkockát megyek előre, kitörlöm a positionből a keyframe-eket, és kész. Létrejött ugye 10 csillag. Most már szerintem nincs is szükség erre a vezérlő shape layerre. Ugye még nincsen hozzákötve egyik sem, vagyis a többiek nem mozognak, egyedül csak ez az egy. És akkor elkezdem szépen ezekkel a kakaós csiga jelölésekkel hozzákötni egyiket a másikhoz, vagy akár le is gördíthetem, és akkor ott látszik, hogy ugye az egyes layeren van a kettesen a hármas, és azt hozzákötöm a négyeshez, így is hozzá lehet kötögetni. Szépen hozzá vannak kötve, vagyis a hierarchia megvan, de azt tapasztaljuk, hogy a körvonalon megy körbe ez a kör, ugye nekünk nem ez kell. Van egy ilyen lehetőség, hogyha jobb egérgombbal rákattintunk az egyes layerre, hogy a transformnál kiválasztjuk az auto orientet, és ott az along pass nevezetű parancsra megyünk rá, vagyis azt, hogy kövesse az útvonalat, a dőlése ennek a layernek, és innentől kezdve már szépen követik sorban a többi csillag, a mi kis csillagunkat, kicsit hátrébb húzom, körülbelül 5 másodperc körül él véget az animáció. Aztán kijelölöm az összes többit, nyomok egy P gombot, hogy előjön a position paraméter, arrébb húzom, hogy ugye ez a végpont, ide fog majd kifutni az animáció, megkeresem a megfelelő helyet, ez kb. Egy másodpercnyi lesz, és aztán nyomok még egy keyframe-et, vagyis lekulcsolom, hátrébb lépek, hogy rálássak az egészre, aztán oda meg vissza, és elkezdem ezeket a csillagokat ugye megmozgatni, de nem mindegy, hogy honnan mozgatom, mert hogyha az utolsóval kezdem, akkor az egész megmozdulom, mindenki hozzá van kötve, úgyhogy szépen a kettestől lefelé elkezdem húzigálni, és végül az egyesnek is adok egy kintről jövő útvonalat, hogy becsatlakozzon az egészbe, és akkor látjuk, egy ilyen szép parabolát fognak leírni, és megérkeznek. Hát ez még nem tökéletes, de ezen mindjárt finomítani fogunk. Ugye a korábban tanult módon alt gombot lenyomva beírjuk azt, hogy loop out, és akkor egy hurkot képez, amit ugye folyamatosan ismételni fog.
Csak hát ez a gond vele, hogy kívülről bejön, és nekünk csak a körvonalat körbejáró loopot kell ismételni, és akkor erre van az a lehetőség, amiről már beszéltem, hogy beírjuk azt, hogy cycle, ilyenkor ugye el kell nevezni a loopnak a fajtáját. Ez a cycle, ez az oda-vissza történő loopolódás, ugye, hogy mindig az utolsó képkocka után jön az első képkocka. És ebben az esetben ugye a 0, 1, 2, 3, 4 kell nekünk, az ötödiket pedig úgy hagyjuk, ahogy van, annak nem kell ismétlődnie. És akkor így most már szépen körbe-körbe jár ez az egész karika, és a megérkezése a csillagnak nincs benne a loopban. Ez volt a tervünk. A következő lépésnél egy kicsit megadjusztáljuk a dinamikákat. Fontos, hogy a körbejárásához ne nyúljunk hozzá, így a belépő keyframe-nél az easy int kell kijelölnünk, a kilépő keyframe-nél pedig az easy out-ot. Itt a dinamika szabályzóban, vagy a graph editorban beállítjuk a megfelelő görbét. Én azt szeretném, hogy így gyorsan, gyorsuló mozgással érkezzen be ebbe az egész folyamatba az első karikánk. Szépen beállt, körbejár, és akkor beigazítom a többi kis csillag érkezését, tehát ugye először nekik is adok egy dinamikát, ők is legyenek gyorsuló mozgásúak, amik majd megérkeznek és helyet foglalnak a körben kijelölt helyükön. Hogyha az összes ki van jelölve, akkor a Ctrl és a bal egérgomb lenyomásával tudjuk egyenként megszüntetni a kijelöléseket. Ugye szépen végigmenjünk az egészen egymáshoz képest, mindig egy kicsit eltoljuk egy negyed környivel a megérkezést. Ez már szépen adja magát, ugye ahol a kettővel az előtti véget ér, ott kezdődik az új. Ugye azt akarjuk, hogy aztán az egész egy felszkéleződéssel az arcunkba robbanjon, de hát azt látjuk, hogyha az egyes vezércsillagot megpróbáljuk megnagyítani, akkor megnő az összes többi, és elcsúszik az egész loop. Ezért létrehozunk egy null objectet, ami ugye nem látszik a renderen, ugye egyből pont középre tettük, és ez pont a csillagok alkotta körnek is a középpontja. Az egyest hozzákötöm a null objecthez, amit master scale-nek nevezek el. Vagyis amihez minden hozzá van kötve, a master scale-hez, és aztán felnagyítom a megfelelő méretre. És itt forognak tovább a végtelenségig. Ennek is adok egy dinamikát, hogy ahogy az arcunkba repülnek a csillagok, az pont a megfelelően nézzen ki. Egy tökéletes. Lejátszom az egészet, megérkeznek a csillagaim. Nagyon szép. Megérkeznek, csúcs, egymás után, puf, bedobok egy szolidot mögéjük, hogy legyen egy kis háttere. Hogyha már ilyen barackos, rózsaszínes árnyalatban pompáznak az EOS csillagok, akkor legyen egy ilyen mély, türkiz színű háttere az egésznek. Térjünk rá a renderelés kérdésére. Ugye én általában Media Encoderrel szoktam renderelni, és ott MP4H264-jel, de ez a lehetőség nem mindenkinek adott, ezért nyissuk meg a Render View-t, és akkor itt az Output modulnál tudjuk kiválasztani, hogy mivel rendereljünk. Én alapvetően az apit nem annyira szeretem, de most majd fogok találni így a keresés közben egy megfelelő apit, mert ugye ezeket annyira én sem ismerem, mert ugye a QuickTime az egy Mac-es format, egy Apple-ös format, és ez nagyon jó, itt az Animation-t adja ki kezdésképpen. Én szeretem ezt a DNxHR, DNxHD kodeket, hagyom az általa ajánlott, automatikusan ajánlott felbontást, leokézom, ugye a hanggal nem kell törődni, mert az nincs a mi esetünkben, nem is kell átméretezni, már csak az output mappát kell megadnom neki, elnevezem alter IU-nak, és aztán Ctrl-D-vel leduplikálom, és csinálok még egy verziót belőle, ezt pedig
a MOV QuickTime Animation kodekével fogom tömöríteni. Ezt is leokézom. Ezt is elnevezem. Megfelelően tudjuk, hogy ez az animation, ahogy összekeverjük a kettőt egymással, és aztán ezt is leduplikálom. Bocsánat, ezt még átnevezem, vagy tudjuk, hogy ez melyik, és aztán duplikálom le. Itt pedig egy avit választok. Nézzük meg, hogy mit tud az avi. Legyen egy TextMiss Screen Capture Codec, ami hát alapvetően a TextMiss a Camtasia gyártója, amit én nem használok, mint screen recorder program, de egyébként elég jó fajta. Szerintem ahhoz kaptam, azért van egyáltalán meg nekem ez a codec. Próbáljuk ki ezt, ez nagyon jól hangzik. És aztán ugye ezt is elnevezem TextMiss-nek, ez egy avi lesz, leduplikálom, és kiválasztok egy uncompressed formatot, méghozzá ezt alulról a harmadikat, és ezt is elnevezem uncompressednek. Még egy JPEG sequence-t is rendelek, hogy ugye itt egy subfoldert képezünk, Alter EU JPEG, vagy JPEG néven, és aztán mehet a render, ezt most nem fog végignézni. Itt vannak a mappák, ez itt a JPEG szekvencia, ugye 0-0-val kezdődik, 3 darab nullával, és 249-szer ér véget, így van meg a 250 darab, mert ugye mindig nullával kezdődnek. Itt ezek a számolások. Megnyitom a VLC-t, és akkor behívom ide a különböző fajtákat. Az első az uncompressed AVI. Nézzük meg. Nem akad. Tökéletes a minősége. Ennyi elég is. A következő az animation codec, ugye a MOV, ez akad. A DNX HDR az teljesen jó, az sem akad. És a TextMiss is nagyon jól látszik. Nagyon szépen csinálja. Hát hasonlítsuk össze a méreteiket. Az animation codec az ugye 19.000 kilobyte, vagyis 19 megabyte körül van, 20 megabyte. A DNX HDR az óriási, 225 megabyte, ugye egy negyed gigabyte. A TextMiss az nagyon jó, hát az a legkisebb méretű, az másfél megabyte-os. És az uncompressed AVI, az a legnagyobb méretű, az több mint egy gigabyte. Az animation codeket majd mindjárt meglátjuk, le tudjuk játszani QuickTime Player-rel, vagy hát én le tudom játszani akadás nélkül QuickTime Player-rel. Úgyhogy, ha van valakinek ilyen TextMiss-e, akkor én ezt nagyon ajánlom. Az animation codec-kel az a baj, hogy a VLC, illetve egyéb Windows-os lejátszók, azok nehezen tudják lejátszani. A DNX HDR az viszonylag nagyobb méretű. Köszönöm a figyelmet!